Jó estét kívánok, a híradót látják nagy pénteken itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Nézzük főbb híreinket először röviden. Ma van nagy péntek, a keresztény világ Jézus Krisztus megváltó halálára emlékezik. Kvesztor botrány, visszamenőleges elszámoltatást ígér a Jobbik. Kávéházi órák a betegekért, segítség az Alzheimer-kórban szenvedők hozzátartozóinak. Ma van nagy péntek, a keresztény világban ezen a napon Jézus Krisztus kereszt halálára emlékeznek. A harangok már tegnap elhallgattak, és csak a nagyszombati szertartáson szólalnak meg újra. Az esti órákban a keresztény felekezetek istentiszteleteket tartanak. Ezeken felidézik a 2000 évvel ezelőtti jeruzsálemi eseményeket. Ma délután Moson-Magyaróváron is keresztúti áltatosságot tartottak a katolikus templomokban. Földi életet utolsó legnehezebb része volt ez. Többet szenvedtél alatta, mint akárki más. Gyűlöltek a főpapok és farizeusok, és mindent megtettek, hogy megöljenek. Tegnap délután sajtótájékoztatót tartott a Jobbik Moson-Magyaróvári alapszervezete. A helyi elnök a Kvesztor botránnyal kapcsolatban kijelentette, pártja a kormányra kerülve akár visszamenőleg is elszámoltatja a felelősöket. Komoly aggodalommal tölti el az embereket, hogy állami pénzek forogtak broker cégeknél. A Kvesztor állami feltőkésítése már 2010-ben megkezdődött, vélekedett a Jobbik helyi elnöke. Már a 2010-es ciklus előtt, tehát még a szocialista kormány időszaka alatt megindult. A szocialista kormány akkoriban 16,9 milliárd forintot fektetett a Kvesztorba, és tulajdonképpen fedezet nélküli értékpapírokra vállalt kezességet az adófizetők pénzéből. Az ilyen esetek elkerülésére a 2010-2014-es ciklusban a Jobbiknak 20 szakmai javaslata volt arra, hogyan lehet optimalizálni a pénzügyi rendszert. Ezeket a javaslatokat azonban elutasították, mondta Jávor Miklós. Ezt a 20 fölötti javaslatot az MSZP és a Fidesz politikusai kéz a kézben leszavazták, és mi ezt Kvesztor koalíciónak nevezzük, ezt a jelenséget. Jávor Miklós arról is beszélt, hogy az elmúlt 25 év politikai elitjét a brókerbotrányok alapjaiban érinti. Ez időszakban a tényeket eltusolták, és az emberek pénzével tőzsdéztek. Felháborítónak tartjuk azt is, hogy bennfentes információk alapján, bennfentes kereskedelem alapján, mielőtt még a Kvesztor összeomlása megtörtént volna, milliárdokat, milliárdokat vettek ki, miközben a kis emberek, a magyar befektetők és betétesek pénzét, megtakarítását pedig hagyták elúszni, anélkül, hogy érdemi beavatkozás lett volna. A párt helyi elnöke arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, hogy Magyarország ne következmények nélküli ország legyen, valamint az emberek pénze ne a broker cégek játéka legyen. Amennyiben a Jobbik Magyarországért mozgalom megszerzi az emberek bizalmát és kormányt fog alakítani a 2018-as választásokat követően, Volner János, a Jobbik gazdasági szakembere és alelnöke személyesen garantálja, hogy visszamenőleg is meg fognak kezdődni az elszámoltatások. A térség országgyűlési képviselője által kiadott tájékoztatás, miszerint Moson-Magyaróvár önkormányzata nem érintett a Kvesztor ügyben, a Jobbik helyi szervezete pozitívan értékeli. A tavalyi évben az Alzheimer-kort népbetegségnek nyilvánította az Egészségügyi Világtanács. Főként a hozzátartozók segítésére francia mintára egy kávézóban tartanak összejöveteleket Moson-Magyaróváron is. A találkozók célja, hogy a résztvevők minél többet tudjanak meg a betegségről. Az első alkalom április 13-án 5 órakor lesz az Óvárosi Kávéházban. A kávénak a szerepét, a kávénak a jelentőségét azért hangsúlyozzuk ki, mert az a legenda fűződik a kávéhoz, hogy az Alzheimer-es betegek, a demens betegeknek a betegségnek a megelőzésében is bizonyos szerepe lehet a kávénak. A probléma sajnos ennél jóval összetettebb. Tavaly az Egészségügyi Világtanács népbetegségnek nyilvánította az Alzheimer-kort. Nyugat-Európában a 65 év felettiek 10, illetve a 85 évnél idősebbek 40%-át érinti. Ezért fontos, hogy a család felismerje a betegséget, mert ez az ő problémájuk is, vélekedett Menyhárt Miklós szakorvos. Nem ismeri meg a családtagokat, elkóborol. És
Hát ez a betegséggel együtt jár, ha tudjuk, akkor másképpen kezeljük, mint hogy nem veszekszünk vele. Ezekkel a betegekkel nem szabad veszekedni, ezekkel a betegekkel nagyon empátiásnak, ráérzőnek, együttérzőnek kell lenni, mert nagy igényük van a szeretetre, amit mi nem tudunk, csak szakmailag, ha az ember kielemezi és megfelelő módon áll hozzá, akkor ezeket az agresszív tüneteket is meg tudjuk szüntetni. Az Alzheimer kávéházak létrejöttében fontos szerepet vállalnak a fiatalok. Szerencsére a magyar ifjak fogékonyak arra, hogy segítsenek. Ez a betegeknek is jó, mivel több korosztályból kapnak törődést, ami javít az életminőségükön. Mi a rendezvény szervezésében és lebonyolításában vállalunk nagy szerepet. Ilyenkor általában, hogyha bármi kérdés van, akkor ezt akár segítjük feltenni. Volt például olyan, hogy egy hölgy akár oldalas kérdéseket fogalmazott meg hozzánk, illetve ugye folyamatos visszajáró vendégeink vannak, ők már rendszeresen megismernek minket. Magyarországon nincs pontos adat arról, hányan élnek ezzel a betegséggel. A kór gyógyíthatatlan. Ezért fontos a tájékoztatás. Az Alzheimer kávéházba ellátogatók számos szakmai segítséget kérhetnek. Szakemberek segítségével, vezetésével laikus közönség számára szerveznek Nyugat-Európában, majd minden országban van. És ezeken az összejöveteleken a hozzátartozók, a betegek is el szoktak jönni, a betegeket és a családokat segítő szakemberek, pszichológus, gyógytornász, szociális munkás részt vesznek, és ott elbeszélgetnek egy bizonyos témát megbeszélve egy kávé mellett, azért nevezik Alzheimer kafénak. Hazánkban Győrben és Tatabányán működik hasonló programsorozat. Moson-Magyaróváron április 13-án hétfőn 17 órakor az Óvárosi Kávéházban lesz az első találkozó. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van igény ezekre az összejövetelekre. A szakorvos szerint az emberek nyitottak és érdeklődőek a betegség iránt. Az autistákról emlékeznek meg világszerte április 2-án. Moson-Magyaróváron közös éneklésre invitálták a vendégeket a Fehérló Közösségi Házba, majd pedig idén is megtartották a kék sétát. A világnapi kezdeményezés legjellegzetesebb motívuma ugyanis a kék szín, hiszen az a békét és az elfogadást szimbolizálja. Idén először a Fehérló Közösségi Ház adott otthont az autizmus napjának. Szeretném mindazoknak a munkáját és segítségét megköszönni, akik Moson-Magyaróváron hozzájárultak az autisták helyzetének javításához. Egyre több gyermek küzd ezzel az idegi fejlődési rendellenességgel. Moson-Magyaróváron közel 40 autista fiatal van. Az autizmusnak több fajtája létezik, és előfordul, hogy a szülők nem mernek szembenézni gyermekük állapotával. Beszélni kell róla, minél többet. Tudják rólunk, hogy autista a Balázs, és nem könnyen viszonyulnak hozzánk. Volt nehéz időszak, amikor a többiek nem fogadták úgy el már, mint a vele egykorú gyerekek, de hagyni kell önállóan, csak önállóan, nem kell őket nagyon-nagyon szeretgetni. Jó, persze van, aki súlyosabb ennél, jóval, annak biztos több segítség kell. Mi szerencsések vagyunk, hála Isten. Türelemmel kell lenni, ami nekem is nem mindig van, de nekem el kell neki magyarázni. Tehát ha egy olyan kérdést feltesz, akkor bizony nekem kertelés nélkül a választ meg kell neki adni, ha valamire kíváncsi. Mert ha nem azt mondom, amit vár tőlem, akkor én is csak tévútra vezetem. Tehát nehéz, de meg kell oldani. A Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítvány évek óta műsorral emlékezik meg az autizmus világnapjáról, amelynek szerves része a kék szín. Közel 67 millió autista személy él a világon, Magyarországon 100 ezer, ami szerintem nagyon sok, és a szakemberek szerint is, és erre fel kell hívni a figyelmet itt Magyarországon is, ezzel a kék szlogennel, hogy ragyog kéken, illetve világ viszonylatban is. Tehát most a kék szín, a lufi, a kék sál, ez egy szimbólum, és mindenképpen ezt a figyelemfelhívást, és az, hogy az autizmusról minél többet megtudjunk és halljunk. A műsor is a kék szín köré épült, a szavalatok. De ha tenni kell, eltűnnek a köten, hát nem furcsák az emberek? És a műsor végén a közös éneklések az összetartozásra és az elfogadásra hívták fel a figyelmet. Április 2-án világszerte a kék sétával hívják fel a figyelmet az autisták elfogadására és szüleikre, akik áldozatokat hozva segítenek gyermekeiknek az integrálódásban. Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy szemét került a vártóba.
Valamikor az emberek dobálják el, de van, hogy a szél hordja oda a hulladékot. Az egyetemen néhányan megelégelték a látványt, és összefogással kitakarították a tavat és a környékét. Így nézett ki a Mosonmagyaróvári vártó a hét elején, ez pedig már az a hulladék mennyiség, amelyet a takarítás közben szedtek össze az esődacára az önkéntesek. Eldöntöttük, hogy rendet rakunk magunk körül. Több okból kerülhet a várkertbe és a tóba a szemét, olykor a szél hordja oda, de sajnos az is előfordul, hogy az ott sétáló emberek dobják el a hulladékot. Akik erről járkálunk be a vár felé, észreveszünk, hogy szemetes a vártó. Sokat járunk erre gyerekekkel, családdal hétvégenként, és eldöntöttük, hogy eljött a tavasz, ki kell takarítanunk a tavat. Sok mindenkinél volt erre igény. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft., a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet, az Önkormányzat, az Élelmiszertudományi Intézet, a Szakkollégium, elég sok mindenki összefogott. Van egy olyan kialakult csapat, akik ezekben a munkákban is hajlandók részt venni. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a vár és az udvara tiszta maradjon. Az eldobott szemét nem csak a látképen ront, hanem a környezetünket is rombolja. Ez a vár, ez már nagyon régóta itt áll, és egy kicsit lerombolt, lepusztult állapotban van. Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatal oktatók, a fiatal kutatók is összefogjanak, hogy saját kezükkel is megmutassák, vagy azt az új generációnak, hogyha együtt összefogunk, akkor tisztelvel tudjuk tarázsolni ezt a környezetet. A kialakult csapat ezentúl minden tavasszal egy nagyobb szemétszedési akciót tervez. Legközelebb április 22-én a vár környékét tisztítják meg, amelyre várják a lelkes önkéntesek jelentkezését. Arra kérik továbbá a városlakókat és az ide érkezőket, hogy óvják környezetüket, és vigyázzanak a város közkincsének tisztaságára. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A ma esti hírháttér vendége Szent Mártoni Mihály jezsuita szerzetes lesz, aki Rómában tanít pszichológiát. Friss hírekkel az ünnepek után kedden este a szokott időben 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!